Szép estét kívánok! Köszöntöm az Agrárinfo nézőit. A mai adásunkban egy konferenciáról számolunk be, amelyet a Földművelésügyi Minisztérium rendezett arról az eredetvédelmi programról, amelynek országjáró körútján jártak Székesfehérváron. A megyeházán rendezett tanácskozás célja az volt, hogy hazánkban is kiemelt figyelem kísérje a jövőben a speciális termékeket, illetve a minőségi szintet. A megyeházán folytatódott a Földművelésügyi Minisztérium eredetvédelmi fórum sorozata. A szaktárca eredetvédelmi programjának célja az uniós eredetvédelmi oltalom iránt bejelentett termékek számának növelése és a meglévő földrajzi árujelzőkben lévő lehetőségek jobb kihasználása. Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit itt nemzetünk történelmi fővárosában, Székesfehérváron, a megyeházán. Kérem, engedjék meg, hogy a mai napot megelőzően egy kicsit visszatekintsek így a megyénk vonatkozásában pár év távlatában, hogy hogyan jutottunk fel a mai eseményünkre. 2011. évben ezen falak közösen Varga Tamás megyei közgyűlési elnök úr vezetésével, Varga Tamás Mocsán Székesfehérvár egyik országgyűlési képviselője, Varga Tamás elnök úr vezetésével elindítottuk a megyei termék programunkat, amely azt a célt tűnt, fogalmazta meg, és azt tűztük ki célul, hogy megyénkben főleg a helyi kistermelők, őstermelők, kisebb gazdaságok termékeit, minőségi termékeit felkutassuk, és segítsük azokat egy megfelelő minőségi ellenőrzés után a piacra juttatni, eljutassuk ezeket a termékeket a kereskedőkhöz. Természetesen szigorú értékmérés kapcsán érték, minőség az, ami egymás mellé párosult, és ez alapján tudunk előtt a program. Nagy lökést adott a megyei értéktár programnak, illetve először a fehér termék programnak az, hogy az országgyűlés 2012. évben elfogadta a nemzeti értékeinkről és hungarikumokról szóló törvényt. Ez alapján immár a hivatalos formában is folytatódhatott a megyei értékgyűjtés, és ennek megfelelően a most már szintén országgyűlési képviselőként a teremben helyet foglaló Törő Gábor akkori megyei közgyűlési elnök úr vezetésével létrehoztuk a Fejér megyei értéktárat, és hivatalos formában is elindítottuk az értékgyűjtési tevékenységünket. A megyei értéktár létrehozása a hungarikum törvénynek megfelelően indult, piramiszerű lépcsőzetességgel, helyi érték, megyei érték, országos hungarikum értéktár. A gyűjtés kapcsán létrehoztunk egy szakbizottságot, melyben ténylegesen köztiszteletben álló és szakmai megbecsülésben álló személyek, múzeumi igazgató, történész, professzor, helyi közösség szervező személyek vettek részt, két politikus sarki egészítve, akik kínosan figyeltünk arra, hogy szavazati arányban kisebbségben maradjanak, de ellenem került sor, hiszen az értéktárbizottság valamennyi esetben elnyújtható egyhangú döntés hozott arra, fogadja el a megyei értékeinket, immáron több mint 40 jóváhagyott megyei értéket. A megyei értékek elfogadása természetesen a helyi értékgyűjtésen alapul. Ezt a helyi értékgyűjtést próbáltuk meg segíteni a munkát elindítani. Településeink közel felében már a helyi értéktár működik, és sorra érkeznek a megyei értéktárra, értéktárra vételre történő javaslatok, és olyan értékek kerülhetnek elfogadásra, amely azt gondoljuk, hogy nyugodtan a hungarikum értéktárból is bekerülhetnek. A megyei értékgyűjtési folyamatunk következő fontos állomása volt a 2014. év, amikor is a Földművelésügyi és a Vidékfejlesztési Minisztériumnak köszönhetően egy jelentős forrás, 10 millió forintot kaptunk arra, hogy a megyei értéktárat fejlesszük, létrehozzunk mind papír alapú, mind digitális gyűjteményt, és a helyi értéktárak működtetését szintén fejlesszük, pályázatok keretében sikerül bevonni óvodákat, iskolákat, hiszen az értékgyűjtés elsősorban a jövő számára irányadó. Az értékköri tevékenység folytatódott, létrehoztuk a kincses ládák felülmegyei értéktár projektünket, és a bizottságunk folyamatos ülésezése mellett terjesztjük elő javaslatainkat a hungarikum értéktárra. A mindegyei értéktárunk a mai konferencia kapcsán egy kicsit tágabb, hiszen tartalmazza azokat a helyi kistermelők által előállított mezőgazdasági termékeket, egyéb kézműves termékeket, amelyek a mai konferencia kapcsán az eredetiség megjelenése és a
a földrajzi számozásai kapcsán elsősorban szóba jöhet meg. Mi egy olyan mértékű ütést indítottunk el, ami természetesen ezt is tartalmazza, de ezen túl mindazon megyei értékeket, amelyek adott esetben egy képzőművészeti alkotás, egy történelmi hagyomány, mint például egy 48-as emlékhely, vagy akár egy Albalégia Táncegyesület, mint kulturális érték, egy hímzés, egy barokk orgona, tehát nagyon széles az értékeinknek a tárházon, de tartalmazzák azokat az értékeket is, amelyek a mai konferencia kapcsán mindenképpen szóba kerülhetnek. Megyei értékünk például a székesfehérvári Jancsáker termelői piac is, ahol a helyi termelők nagy sikerrel és nagy számban tudnak piacra jutni. A munkáknak jó eredményét mutatja, hogy immár a több mint 230 helyi termelővel áll közvetlen kapcsolatban, és megyekorzók szervezésünk keresztül a megye legnagyobb eseményeink helyet és teret biztosítunk nekik itt a megyeházán és az ünnepi eseményeinkkel egyaránt. Április 6-án itt Székesfehérváron körül megnevezésre a megyenapi rendezvényünk, itt a Szent István téren mögöttünk a fehér termékkereskedők számára lehetőséget biztosítunk Székesfehérvári város támogatásával, a polgármester úr támogatásával közösen, és itt is meg tudnak jelenni a fehér termékkereskedők. Még nagyon röviden engedjenek meg annyit, hogy mi magunk, mivel próbáljuk ezt a munkát segíteni. A megyei önkormányzatok diszponáltak a megyében, a megyei jóvárosokat leszámítva a településfejlesztési és területfejlesztési operatív program, a TOPI operatív program forrásai fölött. Ebből a programból, mi a helyi gazdaságfejlesztési felhívás keretéből több mint 840 millió forintot költöttünk, illetve szántunk oda a helyi piac létrehozására a megye különböző településein. Ennek megfelelően alapon, Adonyban, Sukoron, Kiváltság, Kőszárhegyen, Kálozon, Móron és Bicskén új helyi piacok fognak létesülni, amelyek segíteni fogják a helyi termékeknek a tényleg minőségű piacra jutását, és a mai témával összefüggően a földrajzi árujelző kapcsán is egy fontos előfordulási helyek lesz meg. Ezen túl a megyei foglalkoztatási paktumban is egy jelentős forrást ért abban a megyei foglalkoztatási paktumban, amelyet a Fejér megyei kormányhivatallal közösen működtet a megyei önkormányzatában, és egy komoly forrást biztosítottunk magának a fehér termék védjegyrendszernek és katasztrának a kidolgozására, a minősítési rendszer végleges jóváhagyására. Végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy a minisztérium, amikor megkeresett az elmai konferenciával, ez is egy olyan fontos lépés, amely azt gondolom, hogy a figyelemfelhívás és a munkaelindítása terén egy nagyon fontos lépés ennek a munkának, amelyet így már közel 10 éve folytatunk. Egy egyszerű példát szeretnék zárásra megfogalmazni, hogy mi lehet ennek a munkának a távlati célja. Országosan ismert példákat tudunk a topai asszú vonatkozásában, egyéb termékek vonatkozásában, de a mi saját kis hazánk a fejlődőre gondolunk, szintén mindenki számára ismert nevek adott esetben a cecei dinnye, vagy a cecei paprika. Odáig szeretnénk eljutni, hogyha tényleg ezen nevek mellé azok a minőségi termékek kerülnek kizárólagosan, amelyek ott kerülnek előállításra. Arra gondolok csak, hogy a ténylegesen kiváló helyi termékeken a helyi dinnye, illetve a helyi paprikán túl sajnálatos módon a mai napok gyakorlata az, hogy van, aki a nagymamiról hozza a dinnyét és kirakja a cecén a fölük mellé, mondom, hogy cecén dinnyét árul, a paprika meg, ami cecén körül értékesítésre sok esetben Kínából származik, természetesen a kiváló minőségű cecén paprika mellett. Odáig szeretnénk eljutni, hogy ezeket a kiskapukat lezárjuk, és ténylegesen a mezőgazdasági tájegységekről, földrajzi helyekről származó termékek egy szigorú minősítés után ilyen évvel csak valójában eredeti megfelelőjüknek kerülhessenek piacra. Ha értékekről beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy különös feladata, lehetősége és egyben felelőssége is van ennek a megyének és ennek a városnak, hiszen a magyar nemzet bölcsőiben vagyunk. Ahogy mi szoktuk mondani, és el is hangzott, a nemzet történelmi fővárosában, ahol az értéket becsülünk, az értéket megmutatunk, az kötelezettségünk is. Ez egy több mint 1000 éves város, amelyik jelentős értékek nélkül nyilván nem maradhatott volna fönn, és nem állhatnánk, ülhetnénk itt, és beszélhetnénk ezekről az értékekről, ha ezek nem lettek volna maradandóak, azaz nem képviseltek volna minőséget.
minőséget akár morális értelemben, elvi okoknál fogva, akár pedig tartalmi vonatkozásban. És ez a mozgalom is gyakorlatilag arról szól, hogy az érték egy minőséget is jelent, egy minőségi természetesen biztosítékot és biztonságot is azoknak, akik ezekkel az értékekkel találkoznak, ezeket az értékeket használják, adott esetben megvásárolják, hazaviszik, és mondjuk, hogyha ételről van szó, italról van szó, akkor pedig el is fogyasztják. És így el is jutottunk az egészségünkig, eljutottunk még egy olyan célig, amit azt mondom, hogy ez a mozgalom szintén tud szolgálni, pont azáltal, mert garanciát ad a fogyasztónak arra, hogy amit fogyaszt, amit kézbe vesz, amit hazavisz, az valóban képviseli azt a minőséget, amit ő egyébként nyugodt szívvel, saját vagy éppen családi egészséggel tekintetében is egyébként elfogyaszt. És itt szóba került a gyancsárpiac, amit én azért is tartok egy kiemelkedően jó példának, mert először is egy abszolút civil kezdeményezésként indult el. Ezt a civil kezdeményezést segítette mindenki, aki ezt fontosnak tartotta, és kapta meg a lehetőséget, hogy újra bizonyítsa azt a nagyon egyszerű összefüggést, ami városa és annak környezete között mindig is fönnállt. És ami egy kicsit néhány évtizeden keresztül pontosan ismert okokán megbomlott, és aztán a rendszerváltoztatás után is nagyon nehézkesen kellett újjáépülni. Hogy mi a feladata egy városnak egy régióban, és mi a feladata a környezetének a régióban, és ennek hogyan van együttműködési, sok esetben mondjuk jó értelme vett kényszere is. És beszélhetnénk mi például erről a kezdeményezésről akkor is, hogyha ez nem lett volna sikeres. De hogy sikeres volt, ez azért lett sikeres, mert az emberek minden héten úgy döntenek, hogy elmennek. Mert gondolhatnák mi erről bármit, hogyha ők ezt nem tennék meg, de megteszik, azért teszik meg, mert vágynak az értékre, mert fontos számukra a minőség, fontos nekik az, hogy tudják a származási helyet, fontos, hogy találkozzanak azzal az emberrel, aki mindennapokban dolgozik őértük, és onnantól kezdve kialakuljon egy olyan bizalmi viszony, amitől ez a dolog egyébként működőképes lesz. És most egy példát emeltem ki, de a díjazottak vonatkozásában ugyanezen végigmehetnénk mindenki esetében. Erről szól, azt gondolom, hogy maga a mozgalom, és erről szól ez a mai nap is. Hogy érték, az jelentsen bizalmat, az jelentsen minőséget, és az jelentse azt, hogy újra divatba hozzuk, hogy érdemes itthon vásárolni, érdemes az itthonit megvásárolni, és érdemes egy kicsit a fejünket följebb emelni, és büszkén vallani, hogy igenis léteznek értékeink, amelyek a mi értékeinkkel, egyébként Európa összértéktárában is nagyon meghatározó szeretet képviselve, hozzájárulnak ehhez a bizonyos értéktárhoz. És szeretném megköszönni mindenkinek, aki hitt annak idején ennek a programnak az elindításában, csatlakozott ehhez, és ki a saját területén mindent megtesz annak érdekében, hogy ez működjön is. Hiszen ez egy folyamatosan bővülő lista, és folyamatosan bővül azoknak a köre is meggyőződése, akik odafigyelnek arra, hogy kik milyen termékekkel, mivel szerepelnek ezen a értéklistán. És itt szeretném megköszönni a sajtó figyelmét is, hiszen folyamatosan lehetővé teszi, jó értelemben reklámot adhassunk ezeknek az értékeknek, hiszen hogy ez hogyan tud működni, az nagyban attól függ, hogy eljut-e az információ az emberekhez, eljut-e, és ezáltal jó értelemben véve divatot tudunk-e emberekkel köteleteni. Én úgy gondolom, hogy jó úton járunk, ezt az utat érdemes és kell is folytatni, és akkor szépen építkezve valóban érték lesz a fontos, és az értéken keresztül pedig a minőség, a biztonság és a bizalom. Kérdezhetnénk, mi is ennek az egész mai napnak a célja, a feladata, miért is jött létre? Ha egy mondattal akarnám mondani, akkor az, hogy rejtegyünk arra, hogy legyünk büszkék arra, ami miénk. Mert hogyha ez a büszkeség kialakul, hogy fontosak mindazon dolgaink, termékeink, amelyek hozzánk köthetőek, amihez a nevünket adunk, vagy a sajátunkat, vagy a régióinkat, vagy a térségünkért, vagy éppen a városunkért, akkor az nem lehet rossz. És innentől kezdve jön ennek az egész érdekes dolognak, hogyha valamihez adjuk a nevünket, akkor az garanciás arra, hogy az minőség. És gyakorlatilag így lehet felépíteni ennek az egész dolognak a jelentőségét, hogyha tudjuk azt, hogy miért fontos nekünk, ha tudjuk azt, hogy erre készülünk kell legyünk, akkor ennek minősége van, és ennek értéke van. És hogyha ezeket a használjuk darabokat össze,
akkor tudhatjuk igazából is, hogy mi is vagyunk, milyen kulturális értékeink, hagyományaink vannak, és nem lehetünk igazából büszkék. Tárca három évvel ezelőtt indította el az eredetvédelmi programját, ennek kettő célja van. Egyrészt az oltalomban részesülő földrajzi árujelzők számának növelése, másrészt a már meglévő földrajzi árujelzőkben rejlő lehetőségek jobb kihasználása. Jelenleg Magyarországon már több mint 80 földrajzi árujelző áll oltalom alatt, amelyek van folyamatban az oltalmi eljárása. Ugyanis haladunk, az mutatja jó, hogy a program 2015. évi elindítását megelőzően hazánkban a mezőgazdasági termékek, élelmiszerek és szesítők vonatkozásában csak 21 földrajzi név állt minősítőkkel. Az eredetvédelemmel és a földrajzi árujelzők használatának szabályozásával tudjuk biztosítani a magyar mezőgazdasági termékek, élelmiszerek és szesítők hagyományos neveinek védelmét az Európai Unió valamennyi tagállamában. A földrajzi terület pontos lehatárolása, a termék előállításának szabályozása, valamint a minőséget garantáló tulajdonságok ellenőrzésének előírása olyan elemei az uniós eredetvédelmi szabályozásnak, amelyek nem csak a termelők számára garantálják a termékeik alapítását, hanem a fogyasztóknak is segítik az eligazodást az egyes árucikkek minőségének és karakterének a tekintetében. Egyenlen meg, hogy elmesélj egy történetet, ami a mi családunkban van, és ez pontosan onnan ered, hogy én az ország egyik részéből, a feleségem ország másik részéből származik, egy Szabolcs és egy Rába közé ember találkozással kapcsolatban. És amikor fölvetődött a kardinális kérdés otthon, hogy akarunk-e töltött káposztát enni, az sosem először igennel vagy nemmel válaszolunk, hanem tisztázunk. Melyik töltött káposztát? A Szabolcsi káposztát tekert, ami szerintem a valódi, vagy ami a másik oldalról lévő gombócos töltött káposztát jelent, ami számunkra elképzelhetetlen a nevés, hogy a töltött káposzt. Ugyanakkor ezt tisztázni kell, mert mindegyik egyébként finom, mindegyik jó, csak ki kell tisztázni, hogy melyik. Hát ez is nagyon fontos maga a földrajzi elnevezés, az áruvédelem, hiszen tudjuk, hogy akkor mi látható amelyet a tartalom mögött, és csak akkor tudunk igazi döntést hozni és boldogni is. Régi szokás az ételeket és italokat származási helyükre akarja elnevezni. Egy földrajzi árujelző azonban a származáson kívül számos más jelentés is hordoz. A hagyományokat, a termelői közösséget, annak tudását, speciális termékkarakter és minőségi szintet is megtestesít. Nem túlzás azt mondani, földrajzi árujelzőink kulturális örökségünk részét képezik. Segítségükkel a termelők hitelesebben tudják megkülönböztetni termékeiket, és érvényesíteni tudják a minőségi többletet az éles piaci versenyre. Az oltalom alatt álló földrajzi árujelzők, eredetmegjelölések és földrajzi jelzések számának növelése, a lehetséges jelöltek felkutatása, oltalmi lehetőségeik felfelképezése, tehát valamennyiünk érdeke. Egy másik példát engedjenek meg nekem, szintén Mosonmagyaróváról, ahol én élek. Volt két kiváló termék még a század elején Mosonmagyaróváron, az Óvárisat és a Lajnosat. És a 90-es évek elején ezt senki nem tartotta fontosnak. Nem volt a figyelem rá irányítva, majd egy élelmes termelő a Tiszán túlon, Vihar sarokban szépen lebédette saját magának, mint terméknevet. Azóta persze minden követ megmozgatni sok jó, hogy visszaszerezze ezt a márkanevet, nem tudjuk. És Óvári sajt és Lajta sajt néven a Vihar sarokban állítanak elő terméket, és úgy programozzák, mert egy nagyon jó reklámértékű van. Zseniális volt a tulajdonos, aki felfedezte ennek az értékét. Ezt szeretném hangsúlyozni, amire adjuk a nevünket, a tájegységünkét, vagy éppen a sajátunkét, az egy konkrét minőséget és értéket takar, mert a kettő minőség és érték nagyon hamar összekapcsolódik. És ma, amikor ezer és ezer termék közül választhatunk, a biztonság mindig nagyon-nagyon fontos, és egyre inkább szorosan ehhez a minőség is fontos. A piaci előnyökkel járunk mindez. Az eredetvédelmi program másik célkitűzése, amit már említettem, földrajzi árujelzőkben lejövő lehetőségek jobb kihasználása. Ez magában foglalja a névhasználati szabályokat rögzítő termékleírások felülvizsgálatát, földrajzi árujelzők piaci pozícionálásához igazítását, valamint az eredetvédelmi rendszerekről és a földrajzi árujelzős termékekről szóló tájékoztatást. Az oltalom mögött nem csak a minőségi paramétereket bevezető termékleírás áll, hanem jogérvényesítési lehetőséget is kapnak a termelők az unión belül. Azaz, nem lehet szegedi paprikát termelni a Balaton környékén, vagy göncű barackpálinkát előállítani Budapesten. Az oltalom előtt
álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzéseken kívül van még egy speciális csoport, a hagyományos, különleges termékek csoportja, melyek a számtalan magyar élelmiszer, sütő és édesipari termék tartozhat be, mint például a rögös túró. Hiszen, hölgyeim és uraim, a tárca az eredetvédelem népszerűsítésére indította útjára az eredetvédelmének országjárást azzal a céllal, hogy a kerekasztal beszélgetések és előadások révén újabb és újabb termelőket vonjon be az eredetvédelmi programba. Dunántúl esetében ugyanis nagyok még a tartalékok, mivel még alig van termék oltalom alatt. Jó lenne, ha a mai fórum ráirányítaná a termelők figyelmét a földrajzi árujelző használatából számoló előnyökre, az oltalomból eredő jogokra és azok érvényesítési lehetőségeire. Az egyediséget hordozó hagyományos mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, italok olyan értékek hordozói, amelyeket nem csak óvni, hanem a jövő nemzedékek számára megőrizni is kötelességünk. A földrajzi árujelzők kulturális örökségünk részét képezik. Motivációnk, hogy általuk olyan egyedi, nem reprodukálható eszközt biztosítsanak a termelők számára, amely az éles piaci versenyben hitelesen meg tudják különböztetni termékeiket, és érvényesíteni tudják a minőségi többletet. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!